Ez a drón az ellenőrző tevékenységen túl, az ár- és belvízvédelemben, a tűzvédelemben és a természeti katasztrófák okozta kárfelmérésekben is hatékony segítséget nyújthat a kormányhivatal munkatársainak. Most 8 ilyen drónnal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal eszközarzenája, ezek közül egy fehér gyarmatra került. Sok területen tud nekünk segítséget nyújtani, elsősorban az árvízvédelmi feladatokban tud hatékony segítséget nyújtani, hiszen a fehérgyarmati járás az különösen kitett a vizek károkozásának, de földhivatali munkánk során is nagyszerűen fogjuk tudni használni, hiszen a parlagfű elleni védekezésben annak ellenőrzése során is hatékony segítségünkre tud lenni. A drónok mellett többek között hőkamera, hűtőtáska vagy gázszivárgás érzékelő is szerepel a megyei kormányhivatal 122 új eszköze között, melyet 20 millió forint értékben szereztek be. Ezek az eszközök, amelyeket egy pályázati program keretében sikerült megvásárolnunk, a legmodernebb eszközök közé tartoznak. Tehát egyrészt kiváltják azokat a régebbi, használtabb felszereléseinket, amit használnak a kollégák a munkájuk során. Másrészt pedig egy olyan technológiát hoznak be, ami megkönnyíti és gyorsítja az ügyintézést. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a beszerzés nem csak a kollégáink munkáját segít, hanem egyúttal a megyében élők biztonságát is szolgálja. Ugyanis olyan műszerekről, eszközökről beszélünk, aminek fontos szerepe van abban, hogy itt a megyében minél nagyobb biztonságban élhessünk. Az új eszközök a kormányhivatal valamennyi szervezeti egysége számára elérhetők lesznek.